Kenesei Krisztián február 25-én ismét gólt szerzett a Pest megyei másodosztályú Csomád csapatában, vezeti a góllövő listát, és úgy tűnik, hogy soha nem fogja megunni a futballt. Mit jelentenek számodra 46 évesen ezek a hétvégi mérkőzések? Felüdülést. Az az igazság, hogy nagyon élvezem még mindig a futballt, és szombaton délőttönként ugye Konta Józsival edzést tartunk a második csapat, MTK második csapatánál, ott végzünk, megbeszéljük az edzést, és rohanok le a bajnoki mérkőzésre. Nekem ez egy ilyen rituálé kb. Ez az egész. Tehát elmegyek, még mindig ott az öltözőnek az illata, fölöltözünk, bemelegítés, ami már egyébként nem esik olyan jól a bemelegítés, de a meccset abszolút mindig élvezem, és hál' Istennek még azért nagyjából sikeresen is tudom venni ezeket az akadályokat. Ki rúgja a szabadrugásokat? Hát azt általában én rúgom. Szóval ebben nagyon nincs is vita, a szabadrugás 11-es, az azért az én reszortom még mindig. Milyen hangulatú a harmadik félidő, ha szokott lenni? Igen, gondolom, hogy mire gondolsz. Nagyon jó hangulatú, főleg azok után, hogy azért általában győztesen jövünk le a pályáról, vezetjük a megyekettes bajnokságot, hogy ilyenkor azért nagyon jó hangulat van, a Karcsi, a főnökünk mindig gondoskodik róla, hogy legyen ugye a kaja meccs után, leülhetünk beszélgetni, itozni, tehát egy ilyen teljesen normális meccs utáni dolgok szoktak történni. Mondom, még egyszer megbeszéljük a meccset, és ez általában jó hangulatig el szokott menni. És a polgármesteri posztot azt tényleg felajánlották neked? Hát azt csak vízben mondta a Karcsi, a főnökünk, hogy maradjak, hogy elintézi. Egy nagyon normális, nagyon rendes ember, és így vízben mondta, hogy maradjak, amíg lehet nála játszak, és akkor majd ezt így megpróbálja nekem elintézni. El tudod képzelni, hogy meddig fogod bírni? Tehát így mennyire lehet ezt kiszámítani? Hát én már többször úgy voltam vele, hogy abba hagyom a focit, és mindig volt valami megkeresés, és hál' Istennek a családom támogat ebben, abszolút, hiába vagyok már azért túl egy-két dolgon, a feleségem is abszolút támogat ebben, mondta, hogy ő tudja, hogy nekem ez az életem, hogy menjek, hogyha még bírom, akkor menjek nyugodtan játszani, ne törődjek, hogy a hétvégén kell megy kb. És az az igazság, hogy még élvezem, hát azért sokáig már ezt én azt gondolom nem lehet csinálni. Annak idején hogy jött a szerelem a futballal, hiszen a Bruce Lee filmeket nézted, és úgy tudom, hogy azon gondolkoztál, hogy inkább valamilyen küzdősportot választ. Ne bántad meg? Nem bántam meg abszolút. Ugye nekem a családban apukám az kapus volt, ugye labdarúgó volt, a bátyám is labdarúgó volt, úgyhogy igazából ez így jött magától. Ugye lementünk a dühöngőbe, akkor még sokat lehetett focizni a dühöngőbe, a Ketrecben, és úgy tehetségesnek találtak, és akkor lementünk futballozni, aztán játszottam a budapesti volánba. És az így valahogy jött magától, ugye kétszer abba hagytam fiatalon, akkor még nem éreztem ennek az ízét, ezt a bugit, hogy én ezt akarom csinálni, akkor jöttek ezek a nagyszerű ötletek, hogy esetleg küzdősportoló legyek, de aztán a végén itt leragadtam, és hát eljutottam hál' Istennek egy olyan szintre, hogy az MTK megkeresett a Szabó Gyuri bácsin keresztül a szüleimet, és akkor átkerültem oda. Voltatok például az ifi ebbén, hát sok ilyen sztorit olvastam rólad, ott például volt egy harmadik meccs, aminek már nem volt tétje, és hát vettetek két üveg biszkit, ez... Igen, hát ez hazavittétek az ajándékot végül? Hát nem igazán vittük haza, igen, ez egy jó sztori, kaptam is érte portálokon, hogy volt. Igen, volt ilyen, sajnos három meccset lejátszottunk, kétszer kikaptunk, és a harmadik meccs előtt történt egy ilyen baleset, de pont azt a meccset megnyertük egyébként. És gólt is rúgtam. Igen, és gólt is rúgtam, de hát ez volt kb. Az utolsó ilyen. Fiatalok voltunk, bohémak, de nyilván, hogyha ez továbbításom volt volna, biztos, hogy nem csináltuk volna meg, sajnos eldőlt a kiesés. Itt nekem ebben az egészen szomorú az, hogy minket úgy nem nagyon említettek meg soha a mikorosztályunkat, hogy mi is kim voltunk az Európa-bajnokságon, az ifjúsági EB-n, csak mi sajnos nem jutottunk tovább. De legalább gólt lőttél. De legalább gólt rúgtam, igen. Ugye Vancsa Zelán volt az, aki 28 évvel azután szerzett 16 évesen gólt az NBA-ben, mint ahogy te is. De hogy érted ezt meg 16 évesen, hogy becserélnek és vágsz egy nagy gólt?
Ennek volt egy olyan, hogy az első fordulóban én már beálltam ugye a Pécs ellen, sose fogom elfelejteni, játszottam 15 percet is, elment 5-6 forduló, hogy nem játszottam, tehát nem cserélt be Imre Bá, Gelé Imre Bá volt az edzőnk, és mindig kispadon ültem, de valahogy nem tudtam beállni, nyilván eredménykészen 16 éves voltam, és pont a Haladással játszottunk hazai mérkőzést, a bátyám a Haladásba játszott, és Imre Bá mondta, hogy úgy készüljek, hogy ezen meccsen biztos be fogok állni, hiszen milyen jól néz két párharc bátyám. Volt párharc, amúgy ütközés? Ütközés nem volt, de pont beálltam, azt hiszem 3-2-re nyertünk meg a mérkőzést, 2-1-nél álltam be, és kb. Majdnem az első labda érintésre gólt tudtam rúgni nekik, azzal lett 2-2, és a végén 3-2-re megnyertük azt a mérkőzést, egy ilyen kiesési rangadó volt sajnos köztünk. Hát én azért nagyon örültem. És meccs után a bátyáddal akkor... Hát nem örült neki, természetesen ő nem örült, én nagyon, és akkor onnan kezdve elindult egy nagyszerű folyamat az életemben, tehát elkezdtek, Imre Bá egyébként odáig is bízott bennem, nyilván fiatal voltam, nem én részesültem előnyben, de aztán ugye egyre többet kezdtem el játszani, és a végén azt hiszem, hogy 18 meccset játszottam NB1-ben már akkor. Most olvastam, hogy egy régebbi interjúban a PSG, Atletico, Celtic, nem vagy picit így mérges az MTK-ra, hogy nem engedtek el? Tehát amikor nagyon hívtak, akkor az MTK-nál inkább megtartották a... Az, hogy ebbe, ugye én nyilván én ezt lenyilatkoztam, én hallottam az Atletico Madrid, igen, a PSV Eindhoven volt, akkor még utánpótlás játékos volt. Akkor nem PSG, hanem PSV. PSV Eindhoven, igen, volt. Több csapat is keresett. Egyrészt az ember ki akarta próbálni magát, ki szerettem volna, hát egy nagy klub, az Atlético Madrid nagy klub, én emlékszem, hogy akkor azt mondták, hogy lesz ennél még nagyobb klub is az életedben, hát sajnos nem lett. Másrészt pedig azért egy nagyon jó érzés, hogy bízik benned a nevelő egyesületed, és szerették volna, hogyha maradok. Hát maradtam, és így sajnos ezek a lehetőségek elszálltak. Viszont nem telettél a magyar Overmars, ugye Hengtenkát szerette volna belőled, hogy Overmars legyél. Nem tudom, hogy a gyorsaságod alapján, vagy más alapján. Végül hogyan sikerült vele így hát kompromisszumot nem annyira kötöttünk. Ez egy hollandiai edzőtáborban voltunk kint 99-ben az MTK-val, és akkor ott leültünk egy beszélgetés a Várszegi úrral, ugye a tulajdonossal, a Hengtenkátéval is. És hát nyilván jó magam leültünk, és akkor ott mondták, hogy hát nyugodj, mert szélén fogsz játszani, Overmars-szerűen. És mondtam, hát én nem igazán szeretnék Overmars lenni. Nem azért, mint hogyha nem egy nagyon-nagyon jó futballista lenne, hanem egyszerűen az én úgy éreztem, hogy nekem nem az a inkább poszt. Inkább Bergkamp, nem tudom. Igen, én nem az a poszt való nekem. De próbálgattak. És nagyon rossz volt, vagy? Nem az, hogy nagyon rossz volt, én azért egy picit olyan játékos volt, én szerettem a saját magam útját járni, és ugye még az a futball azt követelte meg, hogy lefelé mennyire adjál be, inkább a beadásokkal tűnjél ki, egy az egyezésokat. Én szerettem ott központban lenni, gólokat lőni, nem teljesen a beadások voltak az én erényeim, és én mindig úgy próbáltam alakítani, hogy én középen tudjak játszani. És amikor Tenkát elküldött a tartalékba? Hát igen, az egy meccs utáni futás volt, sose voltam a futásról híres játékos, és egy nagykanizsai mérkőzés után másnap mondta, hogy mivel rossz meccs volt, ez egy rossz edzés lesz. De mondom, ezt pénteken játszottunk, és szombaton megcsinált az edzést, és 45 percig kellett a Hungária körúton körözgetnünk a futópályán. Hát és én eléggé lemaradtam így a többiektől, és akkor utána mondta, hogy mivel nem vagy jó erőben, ezért mehetsz le a tartalékcsapatba, és akkor egy hétig voltam lent, de aztán egy hét után a következő fordulóban már a Fradi ellen visszatett a keretbe, és kezdő is lettem, úgyhogy nem tartott sokáig a számüzetés, egy picit ez ilyen fegyelmezés jelleggel ment szerintem. Kínában viszont szerepelt, és az első edzés után azt mondtad, miután visszaértél a szállásodra, hogy elájult el, ez szó szerint értendő volt? Igen, akkor volt nejem, mondta, hogy látott a tévébe, kérdeztem, hogy milyen volt, hát mondta, hogy ő azt hitte, hogy el fog állulni edzés közben, tehát ugye két nap előtte érkeztem meg, időeltolódás, augusztusban olyan páratartalom, olyan, és elég kemény edzés volt, és hát csak bokláztam. Tehát az edzés másik felén bokla volt olyan, hogy oda akarták passzolni a labdát, azt én mutattam, hogy inkább ne. Tehát azért nehéz volt ott fölvenni a ritmust.
De a legjobb légiósnak megválasztottak. Igen, igen, 2004-ben én lettem a legjobb idegen légiós a bajnokságban. Úgyhogy szerintem az elég nagy dolog, és azért megnyertem a kupát, szuperkupát, a harmadikok lettünk a bajnokságban. Tehát én azt mondom, hogy azért ez egy sikeres időszak volt. Zalaegerszegen viszont gólkirály voltál, nem viszont, hanem ráadásul gólkirály voltál. A Manchester ellen lecseréltek a 85. percben, ezt hogy élted meg? Szerinted te nem vágtad volna be úgy, mint Koplárovics? Ezt nagyon szeretem mindig ezt a kérdést, mindig amikor felvetik. Hát nehezen éltem. Mondd, mit éreztem tényleg. Nehezen éltem meg a lecserélésemet. Ugye elég nagy hajcsőj volt ott meccs előtt. Mindig elmondom, hogy az újságban is úgy volt, hogy Beckham és én így egymás mellett voltunk. Ki milyen fodrászhoz jár, ki milyen óra, stb. Stb. És ugye én akkor ezt így nehezen éltem meg, hogy pont engem le tudtak cserélni, és pont aki beállítettem, az gólt rúgott, és mondtam, bárha én lettem, akkor most én is gólt rúgtam volna. Egyébként utólag ez egy jó nagy hülyeség volt az én részemről. Utána együtt örültünk, meg minden, de én akkor lecserélésem, akkor ezt így rosszul éltem meg. Viszont Béla rosszul éltem meg az egészet, úgy tudom, hogy hosszú távon már nem örültem, amikor erről kérdezték. Igen, mert én nagyon sajnálom, mert egy nagyon normális gyerek, egy jó futballista volt, rendes srác, és picit ez így ki lett komédiázva ez az egész, ez a gólya a Manchesternek, amit nem kellett volna, hiszen ez egy óriási dolog, hogyha valaki egy az, hogyha gólt lősz, de kettő, mert nyilván egy Manchester United ellen győztes gólt rúgni, persze, szerintem ez egy óriási dolog. Sokan téged tartottak az utóbbi, vagy tartanak az utóbbi évtizedek egyik legjobb csatárának, szerinted mi kellett volna ahhoz, hogy 29-nél többszörös válogatott legyél? Először is én kellettem volna hozzá, szerintem mindenképpen, mert volt utána egy időszak, hogy én nem mentem el az egyik válogatott túrára, ott nem igazán jöttem ki a végén már a szövetségi kapitánnyal, de Lothár volt, Mateusz, és de én nem akartam így végleg az egészet hagyni, de aztán valahogy már úgy alakult, hogy már nem hívtak többet. Tehát elsősorban én saját magamra mondom, hogy én kellettem hozzá. Egyébként játszhattam volna sokkal többet. Én azt gondolom, hogy egy 20 válogatottság még bennem maradt. És a svédek elleni gólod az volt a legemlékezetesebb szerinted? Ugye ott Ibrával. Igen, igen, ott játszottunk egymás ellen. Hogyha más volt, de legtöbb emberben az maradt meg. Igen, 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 volt még. Igen, nyilván ez egy selejtező volt, az 5. percben vezetést szereztünk, a Fejér Csaba ment el, jó bepassz, jól érkeztem, be tudtam pörgetni a rövidre. Az egy ilyen örök emlék marad számomra. És ugye ott Ibrahimov is volt a másik gólszerző, ez jelentett valamit számodra, vagy nézted utána a pályafutását? Hát utána néztem, igen, nekem a kedvenc, egyébként kedvenc csatárom volt, egy centerem. Egy most kedvenc. Lehet nézni, hogy ő meddig fogja húzni, ugye? Igen, hát most lehet ez egy verseny kettőnk között, hogy ki meddig játszik, bár ő egy kicsit magasabb szinten játszik, mint én. Mit szóltál, amikor először meghallottad, hogy 2021-ben valaki Kenesei Krisztiának adta ki magát, és úgy csalt ki pénzt emberekből, így hát mosolyogtál, mérges lettél, vagy... Hát az elején vicces volt, hogy van ilyen megtörténet, aztán utána már nem volt olyan vicces, amikor rengetegen írtak nekem Facebookon ezzel kapcsolatban, hogy igen, hát most már eljöttek, hogy nem én vagyok, meg etc. Hát sajnos kétszámszor be kellett mennem a rendőrségre, ugye feljelentést tenni, aztán meghallgattak tanúként is. Tényleg hasonlított rád a srác egyébként? Szerintem nem annyira amúgy, de nem tudom, itt az emberek hogy elhiszik, hogy van ilyen, tehát ez, nekem ez így fura, nekem az egyetemem, amikor eszembe ilyen. Igazából a kellemetlenség az, hogy be kellett járnom, meg nyilván azért üzengettek emberek, és úgy bizonygatni, majd, hogy nem bizony, hogy nem én voltam. Nyilván a rendőrség, a nyomozók normálisokat mondják, tudják ők is, hogy nem, aztán végül is írtak, vagy hívtak, hogy elkapták azt a szemét. Hál' Istennek, hát nyilván nem tesz jót az ilyen az embernek. Most mit teszek ki a munkádnak a legnagyobb részét? Most a munkám legnagyobb részét, ugye a Kanta Józsival vagyunk a MTK második csapatának az edzője, a Józsi a vezetőedzője, mondjuk az asszisztens edzője, és ezzel foglalkozunk minden nap. Ugye hétfőn egyedül nincs edzésünk, mert vasárnap, tegnap jöttünk haza Majosról az bajnoki meccsünkről, de kettől folyamatosan arra készülünk, hogy minél jobban szerepeljünk a második csapattal, és minél több játékost próbáljunk feladni az első csapatnak. Tehát nyilván az egyik feladatunk, egyik legnagyobb feladatunk az, hogy minél több Kanta Józsi vagy Kenesei Krisztián nevelődjön nálunk, és fölkerüljön az első csapatba. Hogy alakulnak a szabadrugásokkal a fiúk? Mert ha jól tudom, akkor a szabadrugáshoz, hogyha odaállsz egy edzésen, akkor a többiek csak pislognak, hogy hát így kéne. Lehet ezt tanítani?
Tanítani lehet, de pontosan úgy rúgni, mint ahogy én rúgok, vagy éppen a Jokka, mert Jokka is a specialista volt a szabadrugásoknak, úgy nehéz rúgni. Szóval én azt gondolom, hogy mind a kettőnknek volt egy nagyon jó rúgó technikája, amit azért nehéz átadni. Több is, a srácoknak is vannak jó rúgó technikájuk, jó párjátékosnak, de pontosan úgy, hogy mi rúgunk, azt nehéz megtenni. De azért próbálod? Nyilván próbálja az ember, és sokszor meg is kezdik a kenőben, hogy rúg, mutassa meg, és akkor megmutatom, de mondom, nem tudom, hogy ezt így el tudjátok-e sajátítani, amit én tudtam. El tudod magad képzelni vezetőedzőként? Biztos, hogy el tudnám magam képzelni. Én most így nagyon jól érzem magam, nagyon jó a stábunk. Jókával, a Schmidt-Ádival kiegészítjük egymást. Én szerintem ez egyelőre egy nagyon működőképes dolog, aztán majd ki tudja idővel. Lehet, hogy az ember kipróbálna magát. Futballban gazdag, aktív éveket kívánok, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Én is nagyon szépen köszönöm.